Szeretettel köszöntöm a testvéreket innen a Balatonboglári Evangélikus Templomból. Ezekben a napokban különösen is sokat halljuk azt a televízióból, rádióból is, és különböző szórólapokon, hogy maradjunk otthon, mert ezzel tudunk legtöbbet tenni a magunk és mások egészségéért. Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki karának a kérését tiszteletben tartva, így mi sem tartunk nyilvános alkalmakat, sem istentiszteletet, sem bibliaórát, hiszen így tudjuk elsősorban azokat az idős testvéreinket megvédeni a fertőzéstől és a komolyabb szövődményektől, akik akár hétről hétre itt ülnek a templom padjaiban. Ez a kérésünk, hogy talán a megelőzésben ezzel tudjuk a legtöbbet tenni magunkért, a családunkért, egymásért, hogyha otthon maradunk, és kivárjuk azt csendes türelemmel, az Isten kegyelmében és gondviselésében bízva, amíg ez a veszélyhelyzet majd elvonul felettünk, és újra együtt lehetünk majd az Isten házában és az egymással való találkozásban. Így kérek erre én is mindenkit, és kívánom azt, hogy az Isten áldása legyen velünk, álljon mellettünk a kegyelmével, és erősítsen meg minket szent lelkével a találkozásig. Erős vár a mi Istenünk, Isten velük.